azért döntöttünk így a tagozat vezetőivel, hogy először a táncszínházi előadás kerül bemutatásra, hogy igazából a növendékek és a szüleik is lássák azt, hogy az egész oktatásnak mi a célja. Tehát nem csak az, hogy a gyerekeink heti két alkalommal kicsit mozgolódjanak, meg táncolgassanak, meg melegben eltöltsék télen az időt, hanem az a cél, hogy szakmailag fejlődjenek. Az a cél, hogy felcsillanjon számukra az a lehetőség, hogyha komolyan veszik ezt az egész szakmát, ezt a pályát, akkor akár élethivatásként is választhatják. Én korábban 7 évig dolgoztam itt Zalaegerszegen, 2000-től 2007-ig, és minden évben készült egy előadás. Most pedig Varga Jánosnak, a Zala Tánc Együttes, illetve a Körtánc Alapfokú Művészetiskola vezetőinek meghívására jöttem el újból, aki azt kérte, hogy készítsek a növendékek számára egy produkciót. Nagy örömmel vállaltam, de arról senki nem adott igazán felvilágosítást az elején, hogy 43 lány növendék lett kiválasztva erre a feladatra. Ami egyrészt jó dolog, másrészt pedig hát hiányoltam a fiúkat, mert azért egy táncos produkcióban kellenek a fiúk. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy az a 3 hónap, amíg az előadás készült, január 2-től március végéig, nagyon izgalmas volt, a gyerekek szerint nagyon fárasztó is, de 6 évestől 20 éves korig nagyon sok tehetséges, fiatal, kislánnyal, nagyobbacskával és felnőtt hölgyel tudtunk. Remélem az önök számára is izgalmas volt.